Áldás békesség! Áldás békesség! Énekeljük el a 134. Zsoltár első és második versszakát. A hozott gyümölcsökből egy-egy tál gyümölcssaláta készítése, amit a végén zsűrizni fogunk.
tetszük, rakunk be egy kis málnát, narancsot, banán, tolmács, és szilvát. Benne alma, banán, gránátalma, ananász. A tél vitamin forrásának hívják, mert tényleg nem tudod a cét, amit tartalmaz. Azt szőrök. Mi? Ne együtt van vele. Sajnos a Hernán víz gyűjtője kapja. Ugye milyen információkat kapunk ebből a... Vízfönkölyök a Sajók az egy utcákon, Ipoly Tarnokszon, sok családnak kellett elhagyni az otthonát. A hatalmas vízszöveg miatt a helyiek már remetett homokzsákot tettek ki. Az elmúlt napokban súlyosbodott az árvízhelyzet. A szakemberek rekord közeli vízállást mérnek. Mi volt a legszembetűnő különbség ugye a két csatorna híradása között? Hát nem vagyok összeszedett, hogy igen, mert egészen más volt a nyelvhasználat. Milyen szavakat használt már a bemondó is tulajdonképpen, vagyis ugye az elején, ahogy kezdődött a hír, a felkonferáló szöveg is milyen elemeket tartalmazott? Vagy a hallható? Nagyon jó, túlzó kifejezéseket mondott itt a Lilla, de alapvetően, hogy mi, mondjatok ilyen szavakat, hogy mit mondtak, hogy katasztrófa, veszély, szörnyű, kilátástalan helyzet, ugye már a cím is, hogy gyerekeiket féltik ugye a lakosok. De több mint 50 ezer család igényelte a Lovavári támogatást, ez közszolgálati lesz, vagy kereskedelmi, mit gondoltuk? Közszolgálati, pontosan ez, vagy bárhol. Igen, féltékenységből vette szét a kocsit, Lilla. Meglátjuk a végét, akkor húzzuk a részes kereskedelmet. Aztán hulladék csökkentésére hívják fel a figyelmet. Akkor húzzuk oda a szélet.